Sziasztok! A mai nap egy részében videózni fogok, mert ma szabaduló szobázni megyünk, de nem is akármilyen helyre, a Neverlandbe, ami nem csak, hogy szerintem, bár elfogult vagyok, a Budapest egyik legmenőbb szabaduló szobája, de az a hely, aminek már a nyitó kampánya óta igazából így a részesei lehetünk kvázi Dináékkal, mert hogy már a nyitó kampányban is egy-egy szobának az arcai voltunk, és azóta is többször dolgoztunk együtt, meg munkán kívül is többször voltunk már a Neverlandben. Szóval ma megint oda fogok menni videózni, úgyhogy egy ilyen kis kisfiamszerűséget akarok majd ott csinálni, szóval remélem, hogy ezt tetszeni fog nektek. Viszont ezelőtt még el akartam mesélni nektek azokat a dolgokat, amit mi így a baráti társasággal együtt szoktunk csinálni. Mert hogy meglepő módon sok kérdés, vagy hát ilyen felvetés, vagy ötlet érkezett mostanában üzenetben hozzám, ami igazából a mi barátságunkról szólt így a társaságban. És egyrészt már ugye évek óta elég jobban vagyunk, és többször volt, akik megkérdőjelezték, hogy ez valódi barátság-e, vagy csak a YouTube miatt lógunk együtt. De szerintem főleg a közös videók ritkaságából is látszik, hogy nyilván nem azért lógunk együtt, mert van a YouTube, vagy nem tudom, mire lehet ezt fogni, hanem mi valóban egy baráti társaság vagyunk, és hogyha esetleg nem követnétek bennünket, vagy bennem, mi? Vagy engem Instán, akkor most arra gondoltam, hogy elmesélem nektek néhány szóban, hogy miket szoktunk együtt csinálni. Mert szerintem tök király dolgokat szoktunk együtt csinálni. És közben piperészkedek, hogy elkészüljek a ma estére. Szóval én azt hittem, hogy mi tök átlagos baráti társaság vagyunk, abban a tekintetben, hogy milyen közös programokat csinálunk, de néhányan rávilágítottatok arra, hogy igazából nagyon sokan vannak, akik nem feltétlenül anyagi okokból, hanem csak úgy lustaságból, vagy fantáziátlanságból nem jutnak tovább azon, hogy mondjuk elmenjenek együtt sörözni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezért most elmondom nektek a nagy titkainkat, hogy mi miket szoktunk csinálni. Szóval először is nyilván nálunk is a legnépszerűbb közös program az, hogy elmegyünk valahova iszogatni, akár átmegyünk egymáshoz, akár valamilyen kocsmába, de a lényeg az, hogy ez a közös iszogatás, ez nálunk is megvan, ezt nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy a sárga földig isszuk magunkat, van, hogy nem is alkoholizálunk, csak üdítőzünk, vagy ilyesmi, vagy kávézunk. De általában sörözni szoktunk, hogyha este van, vagy fröccsözni egyesek, és ritkábban koktélozni. De amikor ezen szeretnénk csavarni egy kicsit, meg leginkább akkor, amikor nincs nyár, mert nyáron azért sokkal több helyre tud beülni, vagy inkább kiülni az ember, annak van egy ilyen hangulata. De amikor tél van, vagy esetleg amikor valami extrához van kedvünk, ez már az egyel extrább fokozat, látjátok, majd így megyek az igazán durvák felé. Olyankor valamelyikünknél a társaságból szoktunk összegyűlni valakinek a lakásában, és társasozni szoktunk, ezt is eléggé sokszor láttátok már nálunk, amit szerintem tök sokan ilyen láma dolognak tartanak, vagy ilyen béna dolognak tartanak, holott szerintem egyáltalán nem az. Nagyon szeretjük az ilyen vicces parti játékokat is, mint például a biztonság kedvéért mondok most egy pár példát, de tervezek erről egyébként majd egy külön videót is, csak szerintem egyelőre kicsit basic játékokkal játszunk. Na mindegy, szóval szeretjük az ilyen parti játékokat, szerintem mindannyian ismeritek a Cards Against Humanity-t, de megvan a Cyanide and Happiness társas játék is. Nem emlékszem, hogy ez hogy ejtik pontosan. Na mindegy. És a What Do You Meme, de amikor nem ennyire vicceshez van kedvünk, hanem inkább, mit tudom én, fejtörőshöz, vagy ne adj Isten, egy kicsit komolyabb ilyen önismereti, meg egymás ismereti játékhoz, akkor például szoktunk dixitezni, vagy feelingsezni, vagy álmodj velemezni, de szoktunk játszani a fedőnevekkel is például. Na mindegy, szóval ez csak néhány példa azok közül, amikkel mostanában játszunk. És hogyha ezen még egy kicsit csavarni akarunk, és főleg, hogyha nálunk vagyunk, mert nekünk van egy nagyobb tévénk, amire ezt ki tudjuk vetíteni, akkor szoktunk jackboxozni. A jackbox az egy például Steamen keresztül letölthető játék csomag. Van azt hiszem 6 féle csomagjuk, és mind a 6 csomagban van 4-5 féle játék. És ezekkel úgy lehet játszani, nem tudom, hogy nálatok az egyetemen, vagy akár gimiben szokás-e ezt használni, nem tudok beszélni. De kicsit olyan, mint a Kahoot. Szóval, hogy a képernyőn, a TV képernyőn látsz egy kérdést, és a telefonodon
egy megadott oldalon, egy megadott kóddal a játékba belépve kell például válaszokat írnod arra a kérdésre. Ez csak egy példa volt. Szóval így a telefonon keresztül tud mindenki csatlakozni a játékhoz, és egyrészt szerintem ez egy tök jó rendszer, számomra ez izgalmas. Másrészt pedig nagyon-nagyon jó játékok vannak a Jackboxokban. Mi Steamen valami csomagot vettünk meg, úgyhogy azt hiszem megvan az összes Jackbox csomag, de nem vagyok benne egészen biztos. És ezeket úgy kell elképzelni, hogy beszélni kell hozzájuk angolul, és nagyon sokféle van, de a legtöbb az nagyon-nagyon vicces. Úgyhogy ezekkel a játékokkal nagyon szeretünk játszani. A következő szint a baráti társaságunk összeröffenéseiben, tehát amit eléggé gyakran űzünk, de azért mit tudom én, nem minden héten, az a mozizás, amiben eléggé privilegizált helyzetben vagyunk, mert hogy nagyon sok premierre meg szoktak minket hívni, jó, nyilván így korona idején azért ez egy kicsit megcsappant ezeknek a mozizásoknak a száma, főleg, hogy eleve zárva voltak a mozik, de most meg filmek sem jönnek ki, de félreértés ne essék, bármilyen film van, ami érdekel bennünket, elmegyünk akkor is, ha nem hívnak meg. Szóval, hogy ez így csak megszaporítja a mozizások számát, hogy gyakran hivatalosak vagyunk ilyenekre. Ja, csak a mondani való lényegét felejtettem el majdnem elmondani, szóval egyrészt tök vicces az, hogy filmezni, mozizáson kívül nem nagyon szoktunk együtt. Videókat nézni amúgy van, hogy szoktunk. Szóval, hogy így az az esti program, hogy videókat nézünk. De filmezni nem nagyon szoktunk szerintem így otthon, csak moziban szoktunk filmeket nézni együtt. Illetve lehet, hogy így háttérzajnak berakunk valamit, de elég ritkán van az, hogy emiatt gyűlünk így össze. Szinte soha. Viszont a mozizásnak meg nálunk az a lényege, hogy a mozizás után összeülünk és kibeszéljük magunkból, hogy mit gondolunk a filmről. Főleg nyilván ez akkor érdekes, hogyha ilyen kicsit bonyolultabb vagy mélyebb filmeket nézünk, de hogy anélkül szerintem nem is igazi élmény a mozizás, hogyha így nem beszéljük meg egymással, hogy mit gondolunk róla, a színészekről, a rendezésről, a zenékről, látványvilágról, a mondani valójáról vagy egyebekről. Úgyhogy szerintem ettől lesz igazán érdekes a közös filmezés. És szerintem, ami egyel e fölött van, tehát egy fokkal ritkábban csináljuk, vagyis hát mindenképpen ritkábban csináljuk, de még azért nem egy ilyen nagyon különleges egyszeri alkalom, az pont a szabaduló szobázás, amit ma is fogtok látni. Szóval egyszerűen imádunk szabadulni. Szerintem olyan 6-7 éve voltunk először szabaduló szobában barátokkal, és azóta én ezt már adtam a szüleimnek ajándékba, voltunk Soma öccsével, és a baráti társasággal is többször, többféle helyen, többféle szobában, többféle pályán. És a Neverlandben azért vannak nagyon jó élményeim egyébként, egy kicsit így előrevetítve a mai videóra, mert itt elég nehéz pályák vannak, legalábbis azt mondják, és az egyiken, az űrhajóson, azon másodikok lettünk valaha, amikor ott voltunk, tehát a második legjobb időt teljesítettük ever abban a szobában, és azt hiszem, hogy nem volt olyan, hogy ne tudtunk volna kijönni, és nagyon kevésszer szoktunk segítséget kérni. Úgyhogy azt hiszem, mindig pont jó csapattal állunk össze. Arra szoktunk nagyon figyelni, hogy ezért annyian menjünk, hogy ne legyen élvezhetetlen. Szóval, hogyha sokan akarunk menni, akkor inkább két külön szobába megyünk. Hogyha egyébként ezzel kapcsolatban érdekelnek benneteket ilyen tippek, trükkök, hogy hogyan érdemes szabaduló szobázni, akkor pont az előző Neverlandnek készített videómban vannak ilyen összegyűjtött tippek, hogy hogyan érdemes nekiesni egy ilyennek. Szóval mondhatnám, hogy mi már ilyen nagyon rutinos öreg rókák vagyunk, ami a szabadulást illeti, de azért szerintem ez annyira nem sok alkalom, ahányszor voltunk. És akkor vannak az olyan programok, amik nem hogy évente, de talán egy életben is csak egyszer fordul elő, hogy elmegyünk, mert valahogy nem tudom, annyira különlegesek, meg drágák például, szóval vitorlázni nagyon szerettünk együtt, egyszer voltunk a Sierra-val, és az valami felejthetetlen volt szerintem. Most lézerharcolni szeretnénk majd menni, illetve a paintball-al is nagyon szemeztünk, de Attila volt, és azt mondta, hogy borzasztóan fáj, hogyha meglőnek, úgyhogy lehet, hogy az annyira mégsem érdekel, de minden esetre mi egy eléggé ilyen aktív baráti társaság vagyunk. És ez nem azt jelenti, hogy mindig mindenki mindenhol ott van, valamikor valaki nem ér rá, és akkor ő úgymond kimarad ebből, de mindig bepótoljuk valahogy. Szóval mindig van valami. Ja igen, amit például kifelejtettem, az az, hogy amikor egymásnál így összegyűlünk, akkor
A legritkább esetben szokott olyan lenni, hogy csak így iszogatunk. Amikor átmegyünk valakihez, nem kocsmázni megyünk. Olyankor ilyen tematikus esteket tartunk. Például a mexikói este, ami nálunk volt, az igazi mexikói este, ami Lináéknál volt. Aztán volt magyaros este nálunk. Ezek ugye különböző ilyen nemzetiségű dolgok voltak, mert hogy Lina barátja mexikói, és igazából vele vagy neki tartottuk ezeket. De ezen kívül is szoktunk ilyen tematikus, nem tudom, esteken dolgokat csinálni. És szerintem ez tökre megszínesíti, nem csak a barátságunkat, de hogy ugye hétköznapjainkat is, szóval. Én nagyon szeretem, hogy erre mindenki vevő a társaságban, és senki nem mondja azt, hogy micsoda láma dolog, hogy ilyen hülyeségeket találtok ki, és nem tudom, nem veszek ebben részt. Úgyhogy én csak bíztatni tudlak titeket arra, hogy nyilván azokon az átlagos baráti találkozókon kívül, amikor együtt kávéztok, és beszélgettek, és minőségi időt töltötök együtt, azon kívül csináljátok ilyen extra programokat is. Mert nekünk nagyon beváltak, és a társasokat külön ajánlom. Mert szerintem az az, ami igazán ilyen társaság kovácsoló dolog. És nagyon szeretek játszani. Szóval nagyjából ennyit akartam most mondani nektek. Befejezem a készülődést, és elindulunk a Neverlandbe. És azt hiszem, hogy majd ott helyben mindent elmondok nektek. Szóval ime a mi személyes kedvencünk a szabaduló szobák között, a Neverland. Gin tonic rajongóknak kötelező a hely, az itallapon belül ugyanis külön részt szentelnek ezeknek a koktéloknak, és a legkülönbözőbb, legkülönlegesebb változatokat kínálják. Ez az egyetlen szabaduló szoba Budapesten, ahova szabadon be lehet vinni italokat. Mi ezúttal a mágus próbán mérettettük meg magunkat. Büszkén jelenthetem, elérkeztetek tanulmányaitok végéhez. Eljött az idő, az utolsó megpróbáltatása. A szobából 5-en körülbelül 45 perc alatt jutottunk ki, legközelebb pedig a börtönt szeretnénk meglátogatni, ahol a csapatot ketté osztják, és két külön cellából indul a játék. Itt találkoztam eddig a legmodernebb és legkülönlegesebb szobákkal, mind design, mind technológia szempontjából. Egyébként az egész hely a föld alatt van, még sincs dohos szag, és a hőmérséklet is kellemes. Hamarosan Európa legnagyobb alapterületű horror szobáit is megépítik, ahol élő színészek lesznek, és hollywoodi effekteket fognak használni. Ha már mindenki kiszabadult és jól is lakott, akkor társasokkal is lehet náluk játszani, amiket ők biztosítanak. A kézzel rajzolt menüben a gin tonikok után rengeteg signature koktélt is lehet találni, mi desszert helyett ezekből próbáltunk ki 5 félét. Készültem mára. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Kicsit fárasztó volt ez a nap, és egy kicsivel több koktél csúszott le, mint amire számítottam. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogyha esetleg még szeretnétek egy részletesebb társasos videót, akkor jelezzétek nekem kommentben, és igyekszem vele készülni. Illetve ha van bármilyen hely Budapesten, ami a ti szívetekhez áll közel, és tényleg ennyire meghökkentő volt számotokra, vagy nem is tudom, hogy a saját műfaján belül milyen minőségi, akkor azt is írjátok meg. És nagyon szívesen látogatok meg még ilyen helyeket, és számolok be nektek róluk. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma is, és legközelebb is találkozunk. Sziasztok!